A kamat stop a gyakran változó kamatozású kölcsönöket védi meg a kamat emelkedéstől. A jelenlegi piaci környezetben ugyanis ezen hitelek ára jelentősen megemelkedne. Kezdetben kizárólag a referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lakáshitelekre volt érvényes a rendelkezés, azonban jelenleg már az intézkedés a lakás célú leasing szerződésekre, a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú piaci kamatozású jelzálog hitelekre, valamint a vállalkozói hitelekre is kiterjed. Egészen pontosan a 3, 4 és 5 éves kamatperiódusú lakossági jelzálog hitelekre november 1-től, a vállalkozói hitelekre pedig november 15-től érvényes a kamatstop. A változó kamatozású piaci feltételekkel nyújtott vállalkozói hitelekre, leasing szerződésekre lesz érvényes a kamatstop. Fontos kitétel, hogy kizárólag a forint hitelekre terjed ki a védelem. A változó kamatozású vállalkozói kölcsönök kamata egy referencia kamatlábhoz van kötve, mely jellemzően a bubor mutató szokott lenni. Az intézkedés kiterje továbbá a feltételeknek megfelelő refinanszírozási kölcsönökre is. Fontos kihangsúlyozni, hogy a támogatott vállalkozói kölcsönök között is találni olyat, melynek kamata a bubor értékének alakulásától függ, ezen hitelekre a kamatstop nem érvényes, illetve a fizetésszámlához kapcsolódó hitelekre sem lesz érvényes a kamatplafon. Ez utóbbiak közé tartoznak jellemzően a folyószámla hitelek. Az érintett hitelek kamata két részből, a referencia kamatláb értékéből és egy kamatfelárból áll össze. Jelen intézkedés a referencia kamatláb értékét, ez lenne a bubor mutató maximalizálja. Gyakorlatilag november 15-től a kamatot úgy kell meghatározni, hogy a bubor 2022. június 28-ai értékét kell alapul venni.